Tudjuk jól, hogy egy szenvedély pokollá teheti emberek életét. Alkohol, kábítószer, szerencsejáték, függőség vagy evészavar. Tovább sorolhatnánk addikcióinkat, melyekről talán nem is tudjuk, hogy rabjai vagyunk, pedig megbénítják mindennapjainkat. Hogy mi sodor bárkit egy káros szenvedély árnyékába, azzal igen keveset foglalkozunk, pedig az ok nagyon gyakran ugyanaz, kilátástalanság, reményvesztettség. Ezt visszaszerezni igencsak ember próbáló feladat, de nem lehetetlen. Kellő akarattal és segítséggel megszabadulhatunk pusztító függőségeinktől, és a reményt is visszahozhatjuk életünkbe. Barta Éva pszichológus, a Bonus Pastor Alapítvány munkatársa, már nagyon sok életutat kísért a reménytelenségtől a reményig. Ma őt kérdezem tapasztalatairól, szeretettel köszöntelek. Köszöntelek én is. Nagyon sok szenvedélybeteggel találkozol, találkoztok nap mint nap. Mi sodor egy ember életútját, mi sodorja ilyen mezőre? Azt gondolom, hogy nagyon könnyen lehet szenvedélybeteggé válni, mert a szenvedély az egy jó dolog is lehet akár. Akkor van probléma, amikor elkezd valami miatt patológiássá válni, amikor elkezd kényszeressé válni egy adott viselkedés. Milyen történetekkel találkoztok nap mint nap? Hát ez egy nagyon, nagyon jó kérdés, mert hogy rengeteg olyan élettörténettel találkoztam, ami úgy kezdődött, hogy valaki úgymond elérte a gödör fenekét, vagy elért a szenvedélybeteg karrierjének a vége fele, aztán valamilyen módon elkezdett kapaszkodni. Akár úgy, hogy a hozzátartozók segítették, vagy egy jó barát. És ugye a szenvedélybetegség nem válogat, tehát bárki válhat szenvedélybeteggé. Ugye a remény vasárnapja kapcsán beszélgetünk most, és arra lennék kíváncsi, hogy mitől válik egy ember reményvesztetté. Mi lehet az oka annak, hogy nem találja meg már saját magától a kapaszkodókat, és igenis mondjuk a függőség irányába vezeti az útja? Hát elég sok esetben azt láttam, hogy akkor, amikor valamilyen veszteség éri az egyént, és azt nem tudja más módon feldolgozni, vagy valamilyen trauma, vagy egyszerűen olyan élethelyzetekbe kerül, ahol nehezen tud alkalmazkodni, és hogyha esetleg egyedül marad ilyen helyzetekben, akkor könnyen fordulhat egy olyan kapaszkodóhoz, ami egy hamis ábránt tulajdonképpen, mert hogy tudjuk azt, hogy a szerek, vagy akár a folyamatfüggőségek is teljesen mást adnak, mint amit ígérnek tulajdonképpen. Valóban kilátástalannak hangzik, hogyha az ember egyedül van, és így kellene szembenéznie a kudarcaival, vagy az egyáltalán kilátástalanságaival, de amikor még a környezetében élnek is, vagy akár aki egyedül van is, mégiscsak kijár a házból. Tehát beszélnek-e arról általában ezek az emberek, hogy említették valakinek, hogy kicsúszik a lábuk alul a talaj, mutatják-e ezt, észreveszi-e a környezetük, vagy teljes mértékben egy ilyen fedés jellemzi őket? Sajnos hozzátartozik a szenvedélybetegséghez az, hogy tabu témaként kezelik még mindig elég sok helyen. Az, hogy hozzá kötődik a stigmatizáció meg a szégyen, így nagyon nehéz beszélni erről. A legtöbbször a hozzátartozók azok, akik észreveszik, hogy valami nincs rendjén egy egyének az életében, és hogyha ők elkezdenek segítséget kérni, vagy akár szembesíteni azt, aki függővé válik a szerhasználata során azzal, hogy nincs rendjén az, ahogyan él, akkor van esély arra, hogy megtalálja a kiutat ebből. Gondolom első körben többnyire jellemző a tagadás, tehát onnantól lehet segítséget kérni, vagy segíteni valakin, hogyha ő maga is felismeri, vagy ez történhet másképp is? Hát a tagadás az jellemző, igen, meg a hazugság is jellemző. De hát mi magunk is így vagyunk a pici dolgokkal így van, is. Így igen. Van. Éppen ezért fontos az, hogy úgy szembesíteni, vagy hogy a hozzátartozó úgy legyen jelen a szenvedélybeteg körében, vagy akár a barátok, ugye, hogy szeretettel ugyan, de arról is beszélni, hogy nincs rendjén az, ami történik. Hogy ez az út hova vezethet, amin éppen van.
ami éppen elindult, hogyha lefele tart a lejtőn a függő. Tehát van úgy, hogy az emberek ugye megisznak egy pohár bort, teszem fel, a játék szenvedésem úgy kezdődik, hogy minden nap egymás után többször is játszik valaki, vagy minden függőségnek van egy folyamata. Tehát egy adag, két adag, mikor válnak ezek az adagok valóban veszélyessé? Tehát elég hosszú ugye az út a kipróbálástól a rendszeres használatig, vagy akár a függőségnek a kialakulásáig. A tapasztalat azt mutatja, hogy akinél így a családi élet, meg a kapcsolatrendszere rendben van, ott nem alakul ki a függőség, még akkor sem, hogyha kipróbálnak bizonyos szert, vagy akár játékot, vagy akár a média, vagy internet függőségről is, ha beszélünk. Ott, ahol valamilyen személyiség, torzulás, vagy nincs meg a probléma, a megoldási lehetőség, ott alakul ki, és elég hosszú távon a függőség. Ha már kialakult, ugye, akkor van probléma azzal az egy pohárral, mert az, aki függő, ott nehezen tud megállni az egy pohár után. Akik ugye szenvedélybetegek, sokszor úgy mutatkoznak be, hogy XY vagyok, alkoholfüggő, noha már évek óta abstinens, de valahogy emlékezteti saját magát is arra, hogy honnan indult. Hogyan ismerheti fel valaki, hogy függőségből egy zsákutcába került? Tehát ténylegesen most már segítségre van szüksége. Akkor, amikor kialakulnak a fizikai vagy fizikai problémák, testi-lelki panaszok, amikor a kapcsolatok kezdenek beszűkülni, amikor a munkahelyi problémák megjelennek, akkor azért ez már egy felkiáltó jel. A munkahelynek az elvesztése, a hosszú napokig tartó részegség vagy drogfüggőség esetén ugye abban az állapotban való lét az arról szól, hogy ott már problémák lehetnek. Igen, jó lenne, hogyha nem jutna el az ember addig, tehát már hamarabb segítséghez folyamodna, mint sem egy ilyen állapotba kerüljön, tehát felismerni azt a reményvesztett állapotot épp, amiből ez az egész kiindul. És hogyha már felismeri, akkor minden esetben szüksége van a segítségre. Milyen lépések vezetnek a gyógyulás útjára? Hát hála Istennek most elég sok lehetőség van arra, hogy valaki segítséget kapjon, tehát az egyéni tanácsadás, vagy akár a támogató csoportba való járás, vagy valamilyen rehabilitációs programon való részvétel, az mindenképpen segít. Nemrég találkoztam Nikuval, aki játékfüggő, és 4 éve abstinens, jól van, és arról beszélt, hogy neki az úgy nagyon jó volt, hogy tartozhatott egy csoportba, járt rendszeresen a támogató csoportba, és ez egy olyan reménységet adott, meg egy olyan támogatást a csoporttagok részéről, ami elég volt arra neki, hogy felismerje, hogy milyen irányba tart, hogy leálljon, és elkezdte rendezni az életét. Abstinensnek nevezik azokat, akik már úgymond kigyógyultak a szenvedélybetegségből, de hogy valójában ez az állapot nem lehet, ezt az állapotot nem lehet véglegesen megszüntetni, hanem van erre ez a kifejezés. Tehát nagyon vékony a cérna, ha jól értem, hogy valaki esetleg újabb zsákutcába kerüljön. Abstinensnek nevezik azt, aki éppen nem használ valamilyen szert, vagy nem folytatja azt a tevékenységet, ami a függőséget kialakította nála. Azt viszont jó tudni, hogy az abstinencia, tehát a szerhasználatból való leállás, az tulajdonképpen az első lépés a felépüléshez. Nem az a cél, hogy valaki ne használjon semmit, hanem az, hogy nem használ semmit, segítheti őt abban, hogy életmódváltoztatás jöjjön létre, és hogy elkezdjen egy teljes életet élni, vagy elkezdje felépíteni azt, amit időközökben lerombolt, vagy lerombolódott. És akkor megeshet az, hogy mármint, hogy legtöbb esetben remélhetőleg úgy van, hogy nem kerül újabb zsákutcába az ember. Most, hogyha advent második vasárnapja kapcsán beszélgetünk, ugye a remény vasárnapja, mindannyian nehéz időket élünk, és valahogy mindannyiunk lába alul kicsúszik a talaj időről időre. Mit mondan a nézőinknek, hogy mi az, ami segíthet bennünk megőrizni a reményt?
reménysugarát. Egy arra gondolok, hogy milyen jó lenne, ha minden nap advent lenne, vagy hogy az év minden napján ebben a várakozásban tudnánk élni. És azt gondolom, hogy éppen erre van szüksége a szenvedélybetegnek, a hozzátartozónak, nekem, nekünk, a segítőknek, hogy ez a Krisztusra való várakozás, arra az erőre, vagy arra a reménységre, ami tőle érkezik. Önök, akik nap mint nap energiát adnak, és magukból adnak azok számára, akiknek szükségük van erre, honnan merítik az erőt? Én. És honnan van a reményteliség? Mert akkor innen is megtudhatjuk a titkot. Az jut eszembe, amit nem mindig van karácsony, és bizonyára hétköznapokban is pont ezt meg kell tenni. Pontosan, tehát, hogy szükségünk van minden nap arra, hogy felfele tekintsünk. Az Ézsaiás könyvéből jut eszembe egy igen rész, ami azt mondja, hogy elfáradnak a legkülönbek is, és hogy megbotlanak, elesnek, nem csak a függők, hanem azok is, akik éppen nem szerhasználók, de hogy a felfele való tekintés, vagy az Istentől kapott erő visz tovább. És az is nagyon sokszor erőt ad, hogy látom azokat az életeket, amik helyreállnak, hogy azok az emberek, akik csillogó szemmel jönnek szembe, vagy köszönnek, vagy rám írnak, ránk írnak, hogy jól vagyok, x éve, 10 éve, 10 éve jól vagyok, és más az életem. Ez egy nagyon energiát adó, vagy feltöltő. A visszajelzés. Igen, pontosan. Most még azt a kérdést fel kell tegyem, ugye mindannyian ebben a nehéz időben élünk, és akkor lehetne úgy, mint bármelyik más betegség kapcsán, hogy szeretnénk ezt megelőzni, hogy ne kerüljünk egy olyan helyzetbe, amikor ténylegesen már nem tudjuk, hogy mihez folyamodjunk, és akkor káros szenvedélyek kerülnek az életünkbe. Tehát van valamilyen megelőzés is arra, tehát mindenkiben megvan a hajlam, hogy függővé válhat, vagy beszélhetünk itt genetikáról is esetleg, hajlamról, vagy minden emberben ugyanúgy jelen van az, hogy függővé válhat bármikor? Hát nem ugyanúgy, ugye, mert hogy a genetikának is van itt szava, de hogy mindenképpen bárki válhat függővé, vagy bárki kerülhet egy olyan élethelyzetben, hogy szüksége van a támogatásra, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy úgy élni egymás mellett, úgy hallgatni egymást, úgy nyitott fülekkel és nyitott szívvel jelen lenni a hétköznapokban, hogy segíteni tudjunk egymásnak. Itt vagy még legyen, akihez fordulni, igen, hogyha szükség van erre, legyen ez szakember vagy nem szakember, mert barátként, családtagként, társként, ugyanígy egyforma, azt gondolom, ez az igény. Itt az utóbbi időben több olyan beszélgetés is volt, amelyben elhangzott, és gondolom, hogy ez is egy kulcsa annak, hogy hogyan tudjuk az életünket talán terelni egy jobb vágányra, hogy ne zárkózzunk el az emberek elől, és a kapcsolatokat őrizzük meg, ne legyünk olyanok, akik bezárnak minél több ajtót, és akkor nem maradnak meg ezek a kapaszkodók, tehát nem csak szakemberek, hanem ténylegesen a körülöttünk lévők. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és örülök, hogy beszélhettünk a remény kapcsán, és kitartást kívánok a munkásságukhoz, mert nagyon sok ember önök által kap reményt. Köszönjük nagyon szépen, és köszönöm a meghívást. Én is köszönöm.